Jó estét kívánunk, köszöntöm Önöket! Kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenek előtt lássuk a mai tartalmat. 800 ezer tonna alma termett az idén, ami eleve túl kínálatot jelent. A termelők aggódnak, mert nincs hová tenni a megtermelt gyümölcsöt, és az árak is igen alacsonyak. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a környező országokban is igen jó termés várható, ami az orosz embargó miatt túlkínálatot fog okozni az Európai Unión belül. A megyei agrárgazdasági kamara tárgyalásokat kezdeményezett a szaktárcával, hogy piacot találjanak a többlet termésnek. Az idei aratás után a vártnál rosszabb minőségű gabona miatt a liszt akár 30%-kal is drágulhat, a magas euró árfolyam miatt pedig az import alapanyagok ára is megugrott. A dráguló malmi búza miatt az előrejelzések szerint több lépcsőben ugyan, de a lisztára az év végéig a jelenlegi kilónkénti 73-75 forintról visszakúszhat a 100 forintos sávba. A sertések száma ismét meghaladja a 3 milliót Magyarországon, jelentette be a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor azt mondta, erre évtizedek óta nem volt példa. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján egy év alatt 200 ezerrel, mintegy 7%-kal nőtt a magyar sertésállomány. Rekordalma termésre számítanak az idén a gazdálkodók, akik egyben aggódnak is, hogy hogyan fogják tudni értékesíteni a terményüket, hiszen az orosz embargó miatt úgy tűnik, hogy túlkínálat alakulhat ki az Európai Unión belül. A becslések alapján 800 ezer tonna gyümölcsre számítanak a nyárvégi és őszi szüreten. Ekkora termés átvételére azonban nincs felkészülve a piac. A vártnál nagyobb terméstöblet lenyomja majd a léalma és az étkezési alma felvásárlási árát is, vélik a szakemberek. A dömping miatt a léalma ára a tavalyi összeg 50%-ára eshet vissza. Sajnos a léalma árával friss információval rendelkezünk, hogy 12.50-nel indult el az agrona, ehhez szokott beállni a többi feldolgozó üzem is. Nagyon kevésnek találjuk, ehhez is kérjük a kormány segítségét, keresik azokat a lehetőséget, forrásokat, amiből valamilyen kiegészítés esetleg szóba jöhet. Az alma dömpingje olyan logisztikai és gazdasági problémákra is rávilágít, amikkel a hazai termelők már régóta küzdenek. Konkrétan arra, hogy a terményt nincs hol tárolni és hűteni. Emiatt a legjobb minőségű, darabra árusítható alma is prés alá kerül, jóval alacsonyabb áron. Szakemberek szerint országszerte legalább 6-8, 40-50 ezer tonna befogadásra alkalmas hűtőközpontra lenne szükség. Ezek számításaik alapján egyébként 4,5 milliárd forintba kerülnének. Az értékesítési gondok megoldására az Agrárkamara szakmai egyeztetést kezdeményezett a minisztériummal. Javaslatot tettünk arra, hogy esetleg meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 7.-8. osztályosok gyerekek, vagy akár még a szakképzésben résztvevő felnőttkorú gyerekek is, vagy tanulók nem részesülhetnének ebből az almából. Javaslatot tettünk arra, hogy akár a állam által fenntartott kórház, börtön, vagy ehhez hasonló intézményekbe, és ha előírnák esetleg a gazdasági vezetőknek, hogy növekedjen ez az almafogyasztás, ez is a számításokat végeztünk, több ezer tonna is lehet, ha 6 hónapra előírnánk. Hát ilyen javaslatokkal éltünk, a számításokat vagy felméréseket végeztünk, hogy van-e annyi kapacitás a sűrítmény tárolására. Ehhez is találtunk megoldásokat. Az elnök azt is elmondta, hogy tárgyalásban vannak az orosz magnit üzlethálózattal is, amely több ezer tonna almát tudna fogadni, de az elmúlt napokban bevezetett embargó megnehezíti a tárgyalásokat. Hosszú távú megoldást az jelentene az évről évre jelentkező értékesítési gondokra, ha a tárolókapacitás bővülne, amelyre egyben ipari részleg is épülne, az állam pedig támogatná a helyben történő feldolgozást. Így gyorsabb és egyszerűbb is lenne a munkafolyamat, a hazai árura adott kedvezményeket pedig tényleg a termelők, és nem a nagykereskedők élveznék.
Befejeződött az aratás, és a búza minősége a vártnál gyengébben alakult, így elképzelhető, hogy a lisztára emelkedni fog. A Pékszövetség azt mondja, hogy elengedhetetlen, hogy ők is emeljenek a kenyér árában. Jócskán elmarad az idei malmi minőségű búza termés az átlagtól. Ennek elsősorban a csapadékos időjárás az oka, hiszen gyakran zúdult eső a földekre, és a kombájnok napokig nem mehettek rá a gabonatáblákra. A kenyér és péksütemény egyik, ha nem a legfontosabb alapanyaga a liszt. A dráguló malmi búza miatt az előrejelzések szerint több lépcsőben ugyan, de a lisztára az év végéig a jelenlegi kilónkénti 73-75 forintról visszakúszhat a 100 forintos sávba. A malmok előrejelzése szerint mintegy 30-35%-os lisztáremelkedés fog bekövetkezni, amelyet mindenképpen át szeretne hájtani a sütőipart, hiszen ezeket a költségnövekedést nem tudják kigazdálkodni. Problémát jelent az is, hogy közeljövőben lesz a lisztára emelkedés, míg a árnövekedést egy minimum egy 60 nap múlva tudjuk érvényesíteni a piacon, és ennek a finanszírozása egy ilyen 35-40%-os növekedést a sütőipar nem tudja átvállalni. A sütőipart is érzékenyen érinti, hogy a malmi búza ára már is elkezdett felfelé araszolni az árutőzsdén. Az ágazat kilátásait azonban még a gyenge forint is rontja, hiszen a pékek sok import adalékanyagot is felhasználnak. A vállalkozások száma az elmúlt években folyamatosan csökkent, a piacot pedig mind jobban koncentrálják a nagy áruházláncok sütődéi, amelyek egyre több terméket állítanak elő. Emellett a mintegy 600 hazánkban működő albán sütőipari cég súlya is növekszik a piacon. A Pékszövetség az elmúlt napokban tárgyalásokat kezdeményezett a szaktárcával, hogy megoldást találjanak a hazai sütőipar veszteségeinek csökkentésére. Az egyik javaslat az volt, hogy a Magyarországon, mint a világ minden részén az önköltség alatti értékesítésnek a lehetőségét szüntesse meg a kormány, hiszen lehetetlen 80-90, most már 100 forintos lisztből 139 forintos kenyeret előállítani, ez képtelenség. Javasoltuk az államtitkár úrnak a kenyeráfájának a csökkentését, a jelenlegi 18%-ról 5%-ra való csökkentését, amely elősegíti a sütőipar növekedését, illetve elősegíti a fekete gazdaságnak a előretörését is. A megyei Pékszövetség elnöke azt is elmondta, hogy a kereskedőkkel várhatóan augusztus végén kezdődnek meg a tárgyalások a kenyér áráról, a fogyasztók pedig már szeptemberben érezhetik az áremelés hatását. Megkezdődött a dinnye szezon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A szakemberek azt mondják, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása nem tett jót a szántóföldi gyümölcsnek. Ennek ellenére mindent megtesznek azért, hogy az idén is a nagy áruházláncok polcaira elsősorban jó minőségű magyar dinnye kerüljön. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1300 hektáron termesztenek dinnyét. Az országos tendenciákhoz hasonlóan az elmúlt években itt is nőtt a vetés terület. Az idén két héttel hamarabb indult a dinnye szezon a tavaszi meleg időjárás miatt. A hazai üzletekbe először a Békés megyében termesztett dinnye kerül, ez ugyanis hamarabb érik. Ezt követően kerül piacra a szabolcsi gyümölcs, amely az elmúlt napoktól érik tömegesen a helyi ültetvényeken. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása nem kedvezett a szántóföldi gyümölcs fejlődésének, ezért közepes termésre számítanak a gazdák. Sajnos Békés megyei dinnyére nem jó időjárás volt, a csapadékos idő rányomta a bélyegét, így lementek az árak, nem volt se belföldi, se külföldi fogyasztás. Sajnos betegség, a sok csapadék miatt betegség is megtámadta a dinnyét, úgyhogy nem jó dinnye szezon elé nézünk, reméljük, hogy a mi későbbi dinnyénk itt a homokos területen talán jobban átvészelt ezt a csapadékos időjárást, és ha jó idő lesz, akkor talán a fogyasztás is megnőhet, úgyhogy itt a vége felé még akár jóra is fordulhat, bár az előjelek ilyen 16-tól 20 forintig vannak az árak jelenleg Békés megyében, most itt úgy hallom, hogy ilyen 20-24 forint körül kezdődhet itt a szabolcsi betakarítás, ahhoz képest valamivel pozitívabb, de ha az idő megjavul, akkor ez jóra is fordulhat. A Földművelésügyi Minisztérium évekkel ezelőtt kampányt indított a hazai görög dinnye népszerűsítésére, amelynek célja, hogy a fogyasztók minél több magyar dinnyét vásároljanak. Ennek részeként megállapodás született a nagy áruházláncokkal is, hogy a szezonban a magyar termék kerüljön a polcokra.
született a betakarítás előtt egy megállapodás, az áruházláncok tartják is ezt a megállapodást, inkább azzal van probléma, hogy az időjárás olyan volt, hogy a dinnye olyan, hogy meleg időjárásban jobban eszik, mint a fagylaltot, ha ilyen csapadékos időjárás van, akkor nincs fogyasztás. Én az áruházláncokra nem panaszkodnák. Az Agrárgazdasági Kamara most is ilyen promóciót indított el, minden dinnyét felcímkéznek, hogy magyar termék, ezt finanszírozta anyagilag is, és ezután is szeretnénk minden ilyen magyar terméket, ami Magyarországon terem meg, ha anyagilag is hozzájárul, járóva is, de elősegíteni a fogyasztást. A termelők és a vásárlók érdekében a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a nyári szezonális termékekre, így a dinnyére is. Folyamatosan ellenőrzik a piacokat és az árusítóhelyeket, annak érdekében, hogy csak kiváló minőségű magyar dinnye kerüljön a standokra. Az elmúlt hetekben két fajta bemutatót is tartottak a gyulatanyai gazdaságban. Egyik alkalommal a burgonya, másik alkalommal pedig a napraforgó került középpontba. A bemutatókon természetesen mi is ott voltunk. Érdeklődve figyelik a gazdák a kiállított burgonya fajtákat Gyulatanyán. Hazánkban jelenleg mintegy 60 félét termelnek, ebből több mint 20 magyar nemesítésű. Ma még a holland fajták dominálnak, viszont egyre többen termelnek magyar krumplit is. Örvendetes, hogy a magyar fajták részaránya egyre nagyobb. Becslések szerint most már a 30%-ot megközelíti, hisz ezek a magyar fajták leromlásnak ellenálló fajták, tehát jók a vírusrezisztencia tulajdonságai, ilyenek a kesztei fajták is, a nyíregyházi fajták is, illetve a kisvárdai általam nemesített pannónia fajta is. Tehát ezeket a termelők általában a gyakorlatban meg is hagyják több éven keresztül, tehát 3-4 év után újítják meg a vetőgumót, addig mindig a termésből meghagyják, azt ültetik vissza, és még így is versenyképesek a külföldi fajtákkal, termés mennyiségre és minőségre is. A tanácskozáson elhangzott, Magyarországon egykor 60 ezer hektáron termeltek burgonyát a gazdák, mára a termőterület nagysága 20-25 ezer hektárra csökkent. Az Európai Uniós csatlakozást szeretném itt felhozni, nem mint rossz példaként, csak amiatt, hogy végülis az Európai Uniós csatlakozás alkalmával nagyon nagy mennyiségű fajta és szaporítóanyag is érkezett az országba, illetve hát az áru burgonya is be tud az országba érkezni, semmiatt mind a vetőmag szaporítások, illetve a burgonya vetőmag előtások, mind az áru természetre lecsökkent az országban. Pedig a korszerű technológiákkal, megfelelő vetésforgó növények használatával vagy trágyázással nagy termés átlagot lehet elérni. A lomtrágyázás egyébként egy olyan lehetőség, amivel a legtöbb esetben növelhető a termés mennyisége is, és a minősége is javítható. Természetesen ehhez jó minőségű lomtrágyák kellenek, természetesen ehhez megfelelő kondíció kell. Van, amikor nagyon jelentősen tudja növelni a termés, van, amikor viszont szinte elenyészően. Mindig az a kérdés, hogy a befektetett költségeket meg tudjuk-e überelni, tehát hogyha lényegesen magasabb termés eredményt, illetve hát bevételt, jövedelmet tudunk elérni, mint amennyibe került, akkor megérte a lomtágyás kezelés. A gazdák azt mondják, idén jó termésre számíthatnak azok, akik az aszályos időszakban öntözni tudtak. Csapadékelosztás is jót, illetve nekem az egész területem öntözhető, így a kritikus időszakot át tudtam vészelni, úgyhogy nekem így, amit felhúztunk burgonytövek, mert ami most itt bemutatásra kerülnek, egy olyan 400-től 700 mázsára számítunk hektáronként, ami nagyon jónak mondható magyar viszonylatban, legalábbis az itteni földeken. A nagy látogatottságú rendezvényen főzőversenyt is rendeztek, 12 csapat mérte össze tudását, természetesen itt is a burgonyáé volt a főszerep. A gazdálkodók azt mondták, céljuk, hogy hazánkban mindenki Magyarországon megtermelt burgonyát vásároljon, ne külföldit. Több mint 10 éve rendezik meg a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson a napraforgó szakmai napot, ahol a termelők megismerkedhetnek a legújabb fajtákkal és azokkal a termesztési technológiákkal, amelyel optimális termés átlag érhető el. Annak idején 15 évvel ezelőtt abból a célból indult el, hogy a fajtákra, tehát a gazdálkodók minél hűbb képet kapjanak a fajtánból. Az idén is 96 fajta napraforgó van beállítva a kísérletbe. Sajnos az időjárás most közbeszóltó, az eső miatt nem tudunk kimenni, de tényleg nagyon szép az állomány. Az eddig itt járt szakemberek mind megelégedéssel voltak. Az volt annak idén a célja, hogy a itteni tájközetben specifikusan beérő fajtákat termesztünk, illetve propagáljuk, megnézik. Nyilván ugye mindenkinek, mint nekem is, ugye az elsődleges kérdés, hogy mennyit terem, mert ugye mindenki a pénzorientáltságból beszél.
Közel 100 napra forgó fajtával kísérleteznek a gyulatanyai gazdaságban, amelyek különböző felhasználási területre termeszthetőek. Többségében ma is olaj készül a növény magjából, ami jól értékesíthető a piacon. Az idén jó termésre számítanak a szakemberek, ám a felvásárlási árak a többi mezőgazdasági termékhez és a gyümölcsökhöz hasonlóan a napraforgónál is alacsonyabbak lesznek az elmúlt évinél. Az lesz a gond, hogy mivel minden növénynek nagyon mélyen, tehát övön alulé az ára, gondolok itt a gyümölcstől, a megytől kezdve a búzáig bezárólag, tehát minden, ugye sok ember ugye leseszette a megyet, meg inkább pálinka csinált bele minden, de sajnos a napraforgóra, és most az előadásban itt van a Glencore Magyarországi igazgató, úgyhogy az most el fogja mondani, hogy mi várható, de sajnos várható nyomot lesz az ára a napraforgónak. A szakmai napon jelen voltak a növényvédelemmel, illetve tápanyag utánpótlással foglalkozó cégek képviselői is, akik előadásokon számoltak be a legújabb technológiákról és azokról a módszerekről, amelyek alkalmazásával a terméshozam jelentős mértékben növelhető a napraforgó esetében. Ennek a bemutatónak már nagy hagyománya van, cégünk sok éve részt vesz ezen a rendezvényen, a burgonyáson, kukoricáson, napraforgóson, repcésen, sorba ezeken szoktunk itt lenni. Cégünk komplex tápanyag utánpótlási technológiákkal foglalkozik most már 14 éve Magyarországon. Miért van egyre nagyobb szükség most már arra, hogy olyan szerek jelenjenek meg a piacon, amelyek ezt a bizonyos tápanyag utánpótlást biztosítják? Itt arról van szó, hogy a növények fejlődéséhez elengedhetetlen most már, hogy olyan anyagokat használjanak, amelyik a fejlődést elősegíti. Baj van esetleg a földekkel már? Egyrészt a földekkel is, de nem is az a fő gond, én úgy gondolom. Egyrészt a fajták is igénylik, egyre korszerűbb, igényesebb fajták vannak, és a korszerűbb, igényesebb fajták nagyobb termés, jobb minőséget adnak, viszont igényesebbek is a tápanyag utánpótlása, és összefüggésben van az, hogy az időjárás is változik, egyre szélsőségesebb az időjárás, és ez a növényeknek az alkalmazkodó képességét, kondícióját, ellenálló képességét növelni kell, és igazából a szerek ezt segítik elő. Egyébként egy-egy ilyen rendezvényen, ugye, amelynek az lenne a lényege, hogy a termelők találkozzanak ezekkel az új technológiákkal, mit tapasztalnak, mennyire ismerik már a termelők a legújabb technológiákat, és mennyire hajlandóak ezeket használni? Én gondolom, a termelők is kezdenek innovatívak lenni, ők is látják, hogy a hagyományos fajták, hagyományos technológiákkal igazából nem annyira sikeresek. Mindenki igyekszik, persze mindenkinek a különböző keretei között az új technológiákat bevonni a rendszerekbe, és látják ennek eredményét is. Beszéljünk egy kicsit magáról a napraforgóról. Itt a megyében egyébként ön hogy tudja, milyen hagyománya van a napraforgó termesztésnek, mennyien foglalkoznak ezzel, és mondjuk ezen a területen önök hogyan próbálják meg segíteni a gazdák tevékenységét? Úgy gondolom, hogy Szabolcs megyében hagyomány van a napraforgó termesztésnek. Régebben inkább az étkezési napraforgónak volt hagyománya, és egyre többen a magas olajtartalmú napraforgók termesztéssel foglalkoznak, szinte azt mondom, már 90-95%-ban. A területi adottságból adódóan szerintem nem rossz napraforgós területek vannak Szabolcs megyében. Cégünknek van egy külön talaj, illetve növényprogramja is, tehát maga a talaj termékenységének, életképességének, illetve a talaj egészségének a fokozására is van a cégünknek komplex megoldás lehetősége, illetve van komoly lomtrágya kezelési programunk is, és a kettő alkalmazása hozza általában a legjobb eredményeket. Azok a cégek, amelyek mondjuk ezzel foglalkoznak, a tápanyag utánpótlással, mennyire próbálnak egyre inkább környezetbarát eszközöket használni erre? Mit tudunk erről mondani, hogy hogyan változik ez a szemlélet? Én gondolom, hogy egy növényvédőszerekre szükség van, enélkül nem lehet termeszteni, és nem is lehet lesz a közeljövőben sem, de azt látjuk, hogy a kondíció javításával észszerűbb növényvédőszer felhasználást lehet eredményezni, és ez plusz termésekben is realizálódik. Például cégünknek van egy alaptrágyája, aminek nem csak talajtáplálási, hanem talajhigiéniai szempontból is fontos kórokozókat is gyérít a talajba, ami napraforgónál és repcénél fontos, hogy a fehérpelinces otthadás a különböző talajban áttelő kórokozónak a csökkentését is ezáltal tudjuk jelentősen akár csökkenteni. Veszélybe kerülhet megyénkben a dohánytermesztés jövője, hiszen 2015-től megváltoznak az uniós támogatási rendszerek. Ezügyben a Dohánytermesztők Országos Szövetsége azt szeretné elérni, hogy az a sok ezer család, aki eddig is a dohányból élt, ne veszítse el ezt a lehetőséget.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a magyar dohánytermő területek mintegy 85%-a. Az ágazat több ezer családnak nyújt megélhetést, hiszen a tavaszi ültetés, a hónapokig tartó növénygondozás, majd az általában július közepétől kezdődő dohánytörés áldozatos és gondos munkát igényel. Azonban a dohánytermelők jelentős változás előtt állnak. Az Unió közös agrárpolitikája 2015-től már nem biztosítja a dohánytermesztés közvetlen támogatását, így az ágazat pénzügyi hátterét át kell szervezni, a megoldás vélhetően a hazai több milliárd forintos finanszírozás lenne. A felvásárlási ár a termelési költségnek mintegy 40%-át fedezi csupán. Tehát a különbözet 60%-át ezt állami támogatásból kell finanszírozni, és bizony a termelési költség ma már hektáranként meghaladja lényegesen az 1,5 millió forintot. Ennek a biztosítása, ez eldönti azt, hogy fennmarad-e Magyarországon a dohánytermelés, vagy nem. Természetesen azon vagyunk, hogy ez biztosított legyen. A szövetség elnöke hozzátette, a szakma képviselői között már elkezdődtek a tárgyalások, nem hagyják, hogy veszélybe kerüljön a hazai dohánytermesztés. Az agrárkamarával közösen egy olyan együttműködési megállapodást szándékozunk a elkövetkező napokba kötni, aláírni, amelyikben a termeltető cégek elkötelezik magukat arra vonatkozóan, hogy hosszú távon ők felvásárolni kívánják a mi általunk megtermelt terméket, mi pedig hitet teszünk amellett, hogy továbbra is folytatni kívánjuk ezt a tevékenységet, és hát bizony ezáltal azokban az elmaradott térségekben, ahol leginkább Magyarországon a dohánytermelés van, ez a vidék élhetőségeinek, a foglalkoztatásnak, a fennmaradásának a biztosítéka lehet. A változások azonban nem akadályozzák a dohánylevelek beérését. A napokban az ország 4700 hektáros termőterületén már megkezdődött a dohány törése. A gazdálkodók mintegy 1500 hektár Burley és 3200 hektár Virginia dohányfajtát ültettek tavasszal, a későn jött eső pedig kedvezett a termelőknek, a tavainál is nagyobb lehet a termés a dohányföldeken. A múlt évben egyébként hektáronként 1,7 tonna levelet takaríthattak be a gazdák. Hosszú évek után ismét meghaladja a 3 milliót a magyarországi sertésállomány. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint egy év alatt közel 7%-kal nőtt a magyar sertésállomány, ami igazán jó hír a sertéstartóknak. Megfordult a sertéslétszám évek óta csökkenő trendje, jelentette ki a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor szerint ez többek között a sertésstratégiának köszönhető, a hozadék pedig a növekvő foglalkoztatás, jövedelem és adóbevétel. Újra 3 millió darab fölött van Magyarországon a sertésállománya, KSH legújabb adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt 200 ezerrel nőtt a sertésállomány, ez 7%-os növekedést jelent. Évtizedek óta nem volt erre példa, és ez mutatja, hogy azok az erőfeszítések, azok a munkálatok, amelyeket végeztünk, eredményesek, hiszen a sertésstratégia, amelynek a végrehajtása megkezdődött, tartalmazza a sertés, tehát az élő sertés és a hasított félsertés áfájának a csökkentését 5%-ra. Ennek is látszik a hatása. A földet a gazdáknak program keretében az új felhasználók jelentős területeket kaptak. Teljesítményvizsgáló állomást adtunk át, sertéshús marketing kampányt indítottunk, exportpiacokat találtunk, a gazdapiacokon is növekedik a sertéshúsból készített termékek mennyisége, és a hungarikumok közé is került jó néhány sertéshús, ugye a csabai kolbász, a gyulai kolbász, a pik és a herd szalámi. A sertéstenyésztők azt mondják, az 1980-as években még annyi sertés volt az országban, ahány ember, majd a 90-es évek elejére a sertésállomány 6 millióra esett vissza, és azóta szinte folyamatos volt a csökkenés. Most azonban a legtöbb tenyésztő úgy véli, a sertésstratégia megoldást nyújthat az ágazatnak.
Úgy gondolom, hogy a sersenystratégia az mindenféleképpen egy nagyon hasznos dolog, hiszen azt a célt tűzte ki, hogy Magyarországon újra legyen 60 millió körüli sertés. Ehhez nagyon sok mindennek össze kell állni, hogy ez működjön és jó legyen. Egyrészt mindenféleképpen a piacot növelni kell, a sertés húsnak a marketingét emelni kell, és nagyon jó dolog az, hogy a stratégia keretében a tenyésztési dolgokat sikerült egy picit föllendíteni, és egy ízékonyságvizsgáló állomás átadásával eljutottunk oda, hogy a magyar tenyésztés az megfelelő teszteleppel rendelkezik, és a Magyarországon előállított tenyészállatoknak az értékét ezzel tudjuk emelni, és a valós tenyészértéket is meg tudjuk határozni. Az állatállomány növelése kiemelt kormányzati cél, az intézkedéseknek köszönhetően pedig más szférákban is sikereket értek el. A KSH adatai szerint a kérődzők száma is növekszik, a szarvasmarha állomány egy év alatt közel 30 ezerrel, a tehén létszám pedig 20 ezerrel nőtt. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra!